Tiszteltel és szeretettel köszöntünk mindenkit Székely helyen. Nagy örömömre szolgál, hogy ennyien most egybe gyűltünk. Kezdjük a mai darma beszédünket is az Óm Nám mantrával közösen, amely az univerzum a maga tisztaságában. Oh. Szépen. Itt a téren látható egy komoly alkotás és erőfeszítés Petőfi Sándor emlékezetére, és egy idézet rajta, tudhatod barátom, hogy forradalom van, és én így elememben érzem magam. És ö, irodalmunk egyik nagyszerű költője, így érez, és vele nagyon sok magyar is, hogy amikor forradalom van, akkor úgy elemünkben érezzük magunkat, van kiért harcolni, van ki ellen harcolni, hirtelen a virtus előttör belőlünk, és úgy érezzük, hogy megtaláljuk önmagunkat a harcban. És népünkre ez nagyon jellemző volt sok száz éven át, de az is, hogy a békében elvesztettük önmagunkat. Milyen az, amikor csak a harcban találjuk meg azt, akik vagyunk, amikor valaki vagy valakik ellen küzdve tudjuk csak magunkat megmutatni? Ez önmagában nagyon sok népre jellemző, az viszont kevésre, hogy a békében alig tud kezdeni az életével, a céljaival valamit, és nagyon nehezen, csak egy újabb ideológia, egy újabb vallás, egy újabb politikai. Irányvonal mellett tudja csak elkötelezni magát, és így megtalálni azt az irányt, amit követne. Miért van ez a kényszer bennünk? Miért ragaszkodunk ennyire valamilyen gondolkodásmódhoz, látásmódhoz? Miért nincs meg a sajátunk? Miért nem tudunk békében, harmóniában élni egymással? Mert, hogyha nem másokkal harcolunk, akkor népünk megoldja, hogy egymással harcoljunk, hogy magunkon belül. Hogy osszuk is meg, ne csak másképp lássuk egymást, hanem a megosztottság mellett harcoljunk is, lehetőleg egymással. És amikor ezt tesszük, akkor kiszolgáltatjuk magunkat olyasféle érdekeknek, amelyekhez semmi közünk. És ha megnézzük, azok a népek boldogok, akiknél a lehetőségeket kihasználják ahol a békében tudnak építkezni, az építkezést megtartani és nem lerombolni. Az en azért hasznos, és azt hiszem, hogy előremutató, mert mindenféle ideológia, vallási vagy egyéb gondolkodó kényszer mellett azt tanítja, hogy hogyan működhetünk együtt természetesen, egyszerűen és tisztán a mindennapi életben. Hogyan hozhatunk létre egy olyan társadalmat, családot, amelyben érdemes élni, ahol a harcainkat kicsiben megharcoljuk, ahol magunkkal szembenézve önmagunkat győzzük le, és ne a másikban keressük a hibát, ahol a nemzet különböző csoportjai együtt tudnak működni egy nagyobb cél érdekében. Évszázadok óta ezt csináljuk. Olyanok vagyunk, mint a kova. Minél jobban ütnek minket, annál jobban szikrázunk meddig kell még ilyen gondolkodásmód mellett élni. Amíg nagyon magas az inger küszöbünk, addig csak a harcból, a külső konfliktusból értünk. Amikor a lelkünk kifinomodik, érzékenyebb lesz, akkor már a belső konfliktus is elég. Akkor már a párommal való diszharmónia is olyan, mint hogyha háború dúlna, mert annyira nincs béke idehaza és a házban sem. Nézzük meg, hogy miben érezzük tényleg jó magunkat. Nézzük meg, hogy mikor tudunk tartósan építkezni. Az előbb említettem olyan népeket, ahol a lehetőségeket kihasználják. A Boldogság Indexben azok vezetnek. Mindegy, hogy Skandináviáról vagy Nepáról van szó, ezek azok az országok, ahol úgy érzik az emberek, hogy amilyen lehetőségük van, azzal éltek is a boldogságindexben azok az országok alacsonyak, ahol tudják, ahol tudjuk, hogy a lehetőségeink mik, de nem használjuk ki őket, mert nem merjük, mert akadályokat halmozunk fel, mert nem azt az életet éljük, amit tényleg szeretnénk, ahol szerepeket játszunk, ahol játszmákat játszunk, ahol kisajátítanak minket, vagy mi másokat. Ezek a karmák nem csak Kelet-Európára jellemzőek, de itt nagyon fájdalmasan. És azért főleg, mert nem ébredtünk föl arra az emberi önvalóra, akik valójában vagyunk. Ha ezt megtennénk, akkor a tükörben minden látszana, akiknek képzeljük magunkat, és akik valójában vagyunk. Akiknek mások mondanak minket, és akiknek lennünk kellene, Van olyan ember, akinek elviselhetetlen a nyugalom, aki nem tud élni a békével, aki nem tudja értékelni az építkezést, a lassan, világosan megteremtett életvitelt, vagyont, harmóniát. Meg kell tanulnunk békétlenség nélkül élni. Meg kell látnunk a konfliktusok természetét, hogy ezek merre mutatnak. Általában azok a bátrak, akik mernek cselekedni, és tudnak nem cselekedni. Amikor tudjuk, hogy mikor szóljunk, és mikor maradjunk csöndben. A gyávák vagy nem mernek szólni, vagy állandóan beszélnek. Vagy folyamatosan lustán cselekszenek, és restek, mert nem építenek. A jó hír az, hogy ennek nem kell így lennie. A rossz hír az, hogy évszázadokat, évezredeket tudunk így eltölteni, ha a karmánkon nem változtatunk. Mi a karma? Nagyon sokan érdeklődtök ez iránt. Karma az, ami az ok és az okozat, a cselekvés és a következménye. Szomjas vagyok, iszom. Más szomjas, inni adok neki. A karma ennyire egyszerű tud lenni, ez egy kvantum egy mozdulat, a cselekedet és a következménye. Ezek fölhalmozódhatnak, szokássá tömörülhetnek, a szokások személyiségé állhatnak össze, a személyiségek kapcsolódnak, párrá, családdá, csoportá állnak össze, és ez a mező hordozza az összes résztvevő szokásait mindenkiét. Ha egy ember megváltozik, az egész család megváltozik, attól függ, hogy mekkora a család, és mit lehet ebből észrevenni. De ha egy ember nagyon megváltozik, egy egész társadalom megváltozik, ezek azok a lelkek, akik emberek millióinak az életére vannak hatással. És akikre hatással van, azoknak, nekünk figyelnünk kell, hogy milyen irányba visz minket. A karmának nem csak ok és okozat vonatkozása van, hanem információból és energiából épül fel. Az információ a hit, nem pusztán az, amit látunk, hallunk, szaglunk, tapintunk, ízlelünk, vagy gondolunk, vagy érzünk. A legfontosabb információ, hogy mi az, amit elhiszek belőle, mi az, amivel a karmánból azonosulok, ez az, ami az egészet befolyásolja. Az energia pedig az az erő, amit beleteszek. Hiába hiszek el valamit, ha nem teszek érte, nem lesz az enyém. Fordítva, hogyha folyamatosan erőt teszek valamiben, ha energiát fejtek ki, az velem marad. Nézzük meg a kapcsolatainkat! A kapcsolataink csak akkor működnek, ha van bennük legalább három dolog: jelenlét, figyelem, szeretet. Ez azt jelenti, hogy hiszem, hogy ő a párom. Hiszem, hogy ez a család az, amit szeretnék építeni. Kibírom azt, hogyha béke van, és kibírom azt, hogyha konfliktus van. És hogyha az energiát beletettem, akkor az, hogy hiszek benne, az megvalósul. A tan azt mondja, hogy minden jelenség üresség természetű. Ez azt jelenti, hogy minden jelenség teremtett, semmi sem létezik önmagától. A kapcsolataink sem, a családunk sem, a társadalmunk sem. Ezért kell nagyon odafigyelni, hogy milyen hitrendszerrel élünk, mert ez a hitrendszer adja az életrendünket. És ebből az életrendből nagyon világos az, hogy milyen értékrendünk van. Tehát ha ezt a hármat, hogy hitrendszer, értékrend, életrend, sorba rakjuk, kiderül, hogy kik vagyunk. Milyen az, amikor az értékrendem nem egyezik a hitrendszeremmel? Milyen az, amikor az értékrendem távol áll az életrendemtől? Ezt hívjuk a lélek hasadásának. Ezt hívjuk olyasféle belső meghasonlásnak, amiben népek élhetnek, családok élhetnek és egyének élhetnek. Ezért a dolgunk az, hogy rendet tegyünk magunkban. Ez a belső munka. Ez a tudat letisztítása. A lélek és test tudatosítása. Milyen testben, milyen lelkem van. Hogy kapcsolódom másokhoz. Milyen családot, milyen társadalmat hozok létre. Itt az egyén felelőssége nem, hogy nem hagyható figyelmen kívül, hanem az egyetlen, amivel számolni tudunk, mert az egyén az alap, az atom. Tehát a magunk házatáján kell úgy jól sáfárkodnunk, hogy tudjuk, hogy véges az idő. Nem tudjuk, hogy meddig vagyunk ebben a testben. Azt tudjuk, ha rálátunk, hogy hoztunk ide valamit, amit utána módosítva tovább viszünk. De hogyha tudatosan nem dolgozunk a karmánkon, akkor az fog uralni minket. Ezt akkor hallod, amikor belül följön, nem tehettem másképp, nem beszélhettem másképp. Ekkor a karma teljesen betöltötte a tudatot, és nem maradt választási lehetőségünk. Nem maradt benne tér, nem maradt benne reflexió. a válságok, amennyire szükségesek, annyira tervezhetőek is. Ez furcsa, ugye? Az ember ezt nem szokta. A válságok csak úgy történnek. A történés abból áll össze, amit addig nem voltunk hajlandóak látni, amikor szándékos vaksággal a karmánkat megszűntük látni és így uralni. És a látás, szanskritul a vidya, az egyetlen, ami ebből kihozhat. Ennek a kifejlesztése a gyakorlat maga, a meditáció értelme és működése, hogy tiszta tudattal élhessünk. A válság tehát alakulhat úgy is, hogy ránk szakad a padlásról az, amit oda föltettünk és el akartunk róla feledkezni. És a válság alakulhat ki úgy is, hogy meg akarunk tanulni valamit, amit eddig nem tudtunk. De most szeretnénk, és nem megy. És küzdünk. Ez egy magasabb szintű küzdelem, mint amikor a hátralékokkal kell elbánni. Mi az, amit eddig figyelmen kívül hagytunk, amivel nem dolgoztunk. Kivé váltunk eközben. Ezek a kérdések szerintem nem csak jogosak, hanem bizonyos pillanatokban égetőek is a világnak ezen a táján. De a tízezer kérdés egy kérdés, és erre a kérdésre a zen tapasztalati választ tud adni. Ezt kívánom mindenkinek, hogy a gyakorlatával egy tisztább tudatot, világosabb értékrendet, stabil hitrendszert és kivitelezhető életrendet tudjon létrehozni. Hát én, mint én, én rengeteget lázadtam. Többek között ezen a színpadon is. 31 néhány évvel ezelőtt. Sok energiával, nagy odaadással, nem tudni miért, és hát nem gondoltam volna soha, hogy jó néhány év múlva idején egy ilyen szürke izében visszatérek, és a színpadon ülök, mellettem egy kopasz ember, aki bölcseket mond, utána átadja a szót nekem, hogy esetleg én is mondjak bölcseket. Nem gondoltam volna, és most sem gondolom, és nem is tudom, hogy mi ez. Hogy mennyire különleges, mennyire nem különleges, hát biztos el tudom mondani én, mint Marti Barna, hogy ez nekem, mint udvarhelyi születésű és Tamás Járon gimnáziumban járó, hajdan járó diáknak különleges. De amellett meg mi a különleges? Miért akarunk mindig különlegesek lenni? Különösképpen diákkorunkban. Különösképpen, amíg nagy a tetterő bennünk. Valamiért erre a különlegességre nagyon-nagyon sok energiát el tudunk pazarolni, és nagyon-nagyon el tudjuk várni azt, hogy azt is mondják nekünk, hogy különlegesek vagyunk. Hogy ó, te osztán különleges, te nekem különleges vagy. És ez a különlegesség, ennek, ennek nagy ára van sokszor. Mert a különlegesség az sokszor kényszeressé válik, aztán korláttá válik, aztán beskatujázza az embert, aztán valahogy ebből a bábból ki kell jönni. És hogyan? Az ember, ahol megszületik, azt a helyet ugye kevésbé látja. Én azt hittem, amíg udvarhelyen éltem, hogy az udvarhelyeknek nem nagyon van például helyi tájszólása. Aztán elköltöztem itthonról, és mikor hazajöttem, akkor meghallottam ezt a tájszólást, de saját magamon is egyébként. Ez is egy pici ilyen hasadás. És hogy akkor felhív engem ma, lőlő telefonon, hogy miről fog szólni ez a mai előadás, és nem tudom. Azt tudom, hogy a zenről, na de a zen miről szól? Hát nem tudom. Ezt a nem tudomat ezt mennyire merjük megélni. Mennyire merünk mondjuk nem azonosulni egy valakit éppen puskával agyonverő ember attitűdjével, amit itt látunk lent a patkóban, mint szobrot. Mennyire merünk abban a pillanatban, amikor valahol vagyunk, hogy egy kicsit gyerekek lenni. Elvonatkoztatni attól, hogy honnan jött, mit csinál és arra nézni, hogy ami éppen van. És ami éppen van, az lázadás vagy béke? Mennyire lehet lázadva békésnek lenni? Vagy lehet-e békével lázadni? Előbb-utóbb az ember mindig belefut ezekbe a paradoxonokba a saját életében, és ezek a paradoxonok előbb-utóbb nagyon-nagyon megnyugtatóak is tudnak lenni, hogyha szembeverünk nézni velük hogy bizony túl sok mindent szeretnénk tudni, és ezt mondom itt egy gimnáziumnak a bentlakásában, de túl sok mindent szeretnénk tudni, de kevés dolog, dolgot tudunk megtapasztalni. És ez a tudás néha öncélúvá válik. Nem haszontalan, de hogyha nem megfelelő helyen kezeljük a kogníciót, a tudást, a gondolatokat, akkor szépen átveszik az irányítást, és akkor már nem tudjuk, hogy, hogy mi cselekszünk, vagy helyettünk a csoport cselekszik, és hogy mi ennek a csoportnak a jellemzője. És alávetjük magunkat annak a dolognak, ami, amit úgy mondjuk, hát ez van, kérem, ezt csinálta apám, ezt csinálta nagyapám, én is ezt csinálom, vagy pont ha azt mondjuk, hogy ezt sosem fogom csinálni, ez tulajdonképpen ugyanazt érjük el, hogy abban az irányban megyünk. Csapongok itt udvarhelyen, csapongok, mint egyéniség, mint nem egyéniség, hogy mit mondhatnék én a helyieknek, mert hát egyébként is egy csomóan innen ismernek engem régebről, hát én most itt nem fogok prédikálni senkinek. De vajon mégis hány embernek van szüksége, mert én tudom, hogy nekem annó szükségem, lett volna akár egy ilyen praxisra. Szükségem lett volna valamiféle gyakorlatra, ami az energiákat valahogy irányba teszi. Persze a rock and roll is az, persze sok minden más ugyanaz, de lehetünk angoltanárok, vagy lehetünk hivatalnokok, vagy orvosok, vagy fogorvosok. Tulajdonképpen a körülmények sohasem fogják elérni azt, vagyis a körülményekkel mi nem fogjuk elérni azt, hogy belül megleljük azt a valamit, ami az élet, és amiért érdemes élni pillanatról pillanatra. És nagyon el tudjuk távolítani, tárgyiasítani a saját életünket. És akkor csodálkozunk, hogy elértük ezt, elértük azt, van ház, van pénz, és valahogy mégsem elég. Az emberben van valami, ami folyamatosan a többre vágyik. Eleve úgy jöttünk világra, hogy egy picit többre vágytunk, egy picit szerettünk, valami, valami elkezdett teret hódítani bennünk. Sejtről sejtre, érzetről érzetre. Gondolatról gondolatra, szokásról szokásra, aztán mintázatokról mintázatokra, és így szépen kialakul test, karma, és valahova tartozunk, és akkor egy pont után itt hajlamosak vagyunk megállni ebben. És nem tovább tanulni a járást, nem tovább tanulni azt, amire képesek vagyunk. Mondjuk az életfogytig való tanulásról is beszélhetünk, de az életfogytig való végtelen útról is beszélhetünk, aminek talán még az élet végével sincs vége. De ez egy talán. Hogy mikor van vége és mikor nincs vége, azt nem tudhatjuk. De azt tudhatjuk, hogy most. Ennek a pillanatnak, ennek sosincs vége, és sosincs eleje. A pillanat, mint végtelen. És a tettek, az apró tettek, azok is mind végtelenbe mehetnek. És éppen ezért nagyon fontos, hogy szét tudunk szóródni. Nagyon szét tudunk szóródni. És nagyon rövid az élet ahhoz, hogy szétszóródjunk különböző villonások, különböző hírek, különböző ideológiák, különböző nézetek, különböző érzéki és érzelmi csatornákon. És akkor körülnézünk, és hirtelen a környezetünkben néha idegenek lennénk néha. De hogyan ne legyünk idegenek? A zen az nagyon alap dolgokon kezdi. Nagyon-nagyon egyszerű, érezzük, hogy lélegzünk, látjuk, hogy barna a szék, halljuk ezt a kis berregést, és ez pont elég ahhoz, hogy egy pillanatra legalább megtaláljuk azt a békét, amit a hatalmas ideológiák, hatalmas gondolatok, bármennyire könyvtárakat töltenek meg, ezt nem tudja megadni. De hogyan jutunk el odáig, hogy végre ebben a pillanatban azt lássuk, ami tényleg van. Nem kellene ehhez különböző ruhákat felvenni, nem kellene különböző rituálékat sem csinálni, csak valamiért, mint emberek, szeretjük a rituálékat, és szeretünk a forma után menni. És csak ezért van szükség rá. Mert alapvetően nem lenne ahhoz semmiféle nagy dologra szükség, hogy észrevegyük, hogy ha szomjasak vagyunk, iszunk, ha éhesek vagyunk, eszünk, ha valaki szomjas inni adunk, ha valaki éhes enni adunk. Ezek nem bonyolult dolgok, csak annyira szét van csavarva már mindenfélével az élet, hogy nem veszük észre. A zen. Ezt a gyakorlatot, ezt a szép lépésről lépésre, vagy akár egy csapásra, ezt a befelé utat, ennek az eszközeit tudja megadni, hogy napról napra, pillanatról pillanatra, ehhez közelebb jussunk, vagy akár meg is tartsuk. És az ilyen pillanatok azok, ezek a kis csendes pillanatok, amikor a fontos dolgok valahol megfogannak. Hát ha ezek után bárkinek bármilyen kérdése van, azt szívesen fogadjuk, és igyekszünk rá válaszolni. Meditációban három alkalommal Eljutottam egy olyan pontra, ami talán a jelen, nem tudom. Tehát egy teljes üresség, ahol nincs énség, ahol nincs tér, nincs idő, nincs semmi, és ebben a pillanatban a figyelmemet tudtam irányítani úgy, hogy a fában rágó szúnak úgy hallani a hangját, hogy elharapja a rostokat, a madarak csiripelését, és így pontról pontra, vagy akár megszüntetni. Nem tudom, mennyi ideig tartott, mert ahogy az elmécsát, hogy wow, abban a pillanatban meg is szűnt. Na most a kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy én, ahogy ezt így, ezt a jelenlétnek neveztem el, hogy ezt megtapasztaltam, én úgy érzem, hogy ennek a jelenlétnek nincs szüksége újjá születni. Úgy érzem, hogy ez a jelenlét, ez nem is meditált. Valaki más meditált, aki megtalálta ezt a jelenlétet. És ahogy a beszédedben mondtad, hogy a karmánk összegyűlés, ez egy információ. Kérdés az, hogy ki az, aki újjá születik? Mert az, akit kérdezget, vagy az a jelenlét. Amikor a meditációdról ezek a reflexiók megszülettek, az honnan jött? Nem tudom. Ezt viszont tudni kéne. Tehát a nem tudom volt az, ami az első élmény. Utána, amikor már az elmondásod szerint ez a wow megvolt, akkor szétesett az egész. Na, onnantól kezdve gondolkodtál. És ez a gondolkodás minősíti az egészet jónak, rossznak, rövidnek, hosszúnak, és a többi. Az, hogy most újjászületünk vagy sem, az újjászületés egyébként is az egy adott testben való teljes újraalakulás. Az újra születés az, hogy testet váltunk. Oké? Okay? Most minden, amit azután mondtál, hogy wow, élőben is, amikor megtörtént, és most is az elmét szüleménye, ezt tett félre ami nagyon fontos, hogy térj vissza a wow az első reflexió elé. A megnevezhetetlenbe, a primér teremtő állapotba. Mert az, az, amit a nyugat az isteni állapotnak minősít. Tehát ez nem egy nyugati terminus, csak a nyugat annak minősíti, nem tud jobbat. De az elme, az első reflexió, az, az Isten után az első. Az kicsoda? A szó szerint a fényhozója. Mert az első rálátás, az első fénysugár a teremtésre innen jött. Ez a wow. Na ez Lucifer. Ugye? A fényhozója. És ez azért fontos, mert őt nem száműzzük, csak a termékét megfelelő helyre tesszük, integráljuk az életbe. És ez a gondolkodás, hogy most ez újra születik, vagy sem, ez felesleges. Miért? Mert ebben a pillanatban sem élet, sem halál nincs. Sem születés, sem távozás nincs. Ha ebbe visszajutsz, akkor nem csak ez a, ahogy mondtad, pontról pontra hallod a szú percegését a fában. Hallod az enyhe zúgást, ami valószínűleg a neon hallod a közlekedés távoli zaját. Oké? Okay? És innentől kezdve nem gondolkodni kell, hanem inkább az együttérzés és segítség felé menni, mert ha te ezzel tényleg egy év váltál, akkor a lelked kiürült, és egyben csordultik telt. És ekkor megérzed, hogy a másik emberben mi van. Boldog? Szomorú? Határozott, kétségbe esett? Szüksége van segítségre, vagy inkább kész arra, hogy segítséget nyújtson? Csak az együttérzés nyomán eljutsz addig a cselekvésig, amit hallottál már mindkettőnktől a bevezetőben, hogy ha valaki éhes enni adsz neki, ha valaki szomjas inni ad neki. Csak a problémánk az, hogy amíg az elme uralja ezt a pillanatot, addig mi tényleg okosan, azt gondoljuk, hogy aki éhes, annak valójában inni a kéne. És aki szomjas, annak enni adunk, mert mi jobban tudjuk. Úgyhogy tessék visszatérni az első minősítő pillanat elé, mert az után már szétesett az egész dualitásokra. Ez a dolgunk. És a következő pedig, hogy a mindennap élet érzékeléseit, gondolkodását, érzelmeit, beszédét és cselekvését úgy gyakorolni, hogy ez az egység nem vész el. Ez a nem mozduló nem vész el a mozdulóban. A nem keletkező nem vész el a keletkezőben és megszűnőben. Ezt hívták Kínában Wu Wei-nek, a nem mozdulót, és a Wei Wu Wei pedig a mozgás a nem mozdulóban. Oké? Okay. Ezt kell megtartani, hogy a tér mindig meg legyen, a tükör mindig meglegyen, a pillanat soha se vesszen el. De közben látsz, hallasz, szagolsz, tapint, az íz lehetsz, és a többi. Jó? Köszönöm. Szívesen. Én csak annyit kérdeznék, hogy hány levegőt vettél azóta, mióta Csongán Szulim elkezdett neked az újjászületésről beszélni? Eléggé lelassult. Szerintem De vettél levegőt. Vettem leveget. Csak nagyon lassan. De ha nem vettél volna a levegőt, akkor nem tudtad volna őt végighallgatni. Minden lélegzettel újjá egyszer. És az újjászületés ez pillanatról pillanatra megszületik. A jelen illét születik újra, vagy az én. Észreveszed azt, hogy mi van éppen, vagy nem. Ez a nem mindegy. A meditáció, azt az meditáció. Legtöbbször félremagyarázzuk azt, hogy mi az, hogy meditáció. A nyugati terminológiában behozták ezt a szót, hogy meditáció, de ez lehet sokféle, lehet sokszor a vizualizációval, sokszor a relaxációval, sokszor a, a koncentrációval keverik. A meditáció az meg pontosan az a jelenlét tapasztalható, de nem elmondható, és még tudtommal keleten sem elmondható. És mihelyst, ahogy elmondtad, hogy jött a wow, abban a pillanatban már a formába beletoltad egy kicsit az egészet. A teremtés előtti, a teli üresség, ahol még minden lehetséges és semmi van egyszerre, ez így nem maradt meg, ez a way, -way. És általában az erős ingerekkel is erre törekszünk, hogy, ez a, hogy valahogy, valahogy, egy tiszta pillanat legyen, amikor van is, meg nincs is. Ugye az a mesebeli hol volt, hol nem volt. Vagy hol van, hol nem van. Akkor van is, meg nincs is. De érezzük, hogy ezt... És tartsd meg ezt a de nem tudod megtartani, mihet meg akarod tartani, nem tudod megtartani. Viszont van rá forma, ami lehetővé teszi, hogy ez így, ez így beszivárogjon minden pillanatban. Nálunk mozdulatlan test, mozdulatlan tudat. És szépen összenyílik, és akkor azt látod, ami van. És akkor mindegy, hogy hányszor születtél újra, vagy mi születik újra, ami nem mindegy, az, hogy most helyesen látod a szituációdat, helyesen teremtesz -e kapcsolatot, és helyesen cselekszel Pillanatról pillanatra. Minél többet tudsz róla, annál kevésbé veszed észre. Legtöbbször. Köszönöm. Következő kérdés. A kérdésem az lenne, hogy ezt a jelenlétet hogyan tudjuk megtartani? Hogy veszíted el? Könnyen. Akkor könnyen vissza is jön. Mitől veszíted el? Nem vagyok jelen. Dehogy nem. Csak közben ragaszkodsz. És akkor a ragaszkodás kioltja a jelenlétet. Van otthon tükröd? Van, igen. Előfordul, hogy valami úgy ráfröccsen a tükörre? Mondjuk bármilyen kis fogpaszta, vagy ilyen. Igen. Ugye? Vagy mosdás közben egy vízcsepp. Ugye? Mi történik ott a tükörrel? Azon rajta, a marad, rajta marad. Rajta marad. És ott mutatja, ami előtte van? Igen. Nem. Magamat, engem magam. Igen, de ott csak a vízcsepp van. Igen. Vagy a fogpaszta van, hogy uram bocsá, a párodnak ráírod, elmeneteled előtt aznap munkába, rúzsal a tükör, hogy szeretlek. És akkor ő bemegy a fürdőszobába, és így nézi, aki szakállát, hogy mi? Na, ott, ahol ráírtad, hogy szeretlek, ott a tükör nem mutat semmit. Csak azt, hogy szeretlek. Mert rúzsal le van fedve. Értjük? Tehát a ragaszkodásaink, az azonosulásaink így fedik le a tükröt. Holott a tükröt látásra kéne használni. Mi lenne, kicsit játszunk el a gondolattal, hogyha a fürdőszoba tükrünk tudna gondolkodni. És azt mondja egyszer, hogy te tegnap jobban néztél ki. Vagy egy nap nagyon szépen kisminkeli magát a ház úrnője, kimegy a fürdőszobából, egy kicsit visszanéz az ajtóból, és a tükörben még mindig ott van a képe. Ugye? Ott van. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a tükröt tapasztaljuk, és megfelelően használjuk, és ne piszkítsuk be a saját gondolatainkkal, érzelmeinkkel, Ezekkel semmi baj nincs, csak ha azonosulunk velük, akkor ráfestettük a tükörre a tárgyát, és a tükröt nem hagytuk tisztán. Na, hogyha túl sok ilyen rajz, meg fröccsenés, meg egyéb van a tükrön, akkor elveszíted a jelenlétedet. Mert akkor nincs meg ez. Ha ez a pillanat megvan, minden megvan. Ha ez a pillanat elvész, minden elvész a zen azért szerintem nagyon praktikus és ilyen balta ékszerűen egyszerű út, mert az érzékszervi hatásokat felhasználhatod arra, hogy visszagyere ide a jelenlétbe. Nagyon sok iskola azt mondja, zárd ki a világot, röpülj ki a testedből, és nem tudod kizárni a világot, mert életben vagy. Használod kell ezt a testet, mert látnod kell, hallanod kell, beszélned kell, ízlelned kell, érintened, stb. Ez a test az életben a miénk. De mi a viszony hozzá? Hogyan tudsz jelen lenni a testben? Milyen lélekkel? Úgyhogy amíg nem építesz föl illúziókat, hamis azonosulásokat, addig jelen vagy. Mihelyt elkezdesz illúzió várakat építeni, mihelyt elkezdesz hamis hitrendszereket dédelgetni, a tükör nem csak, hogy egy réteget kap, több réteget is kaphat. Az ember nagyon jól tudja védeni a saját elgondolásait. És hogyha elgyengül, akkor egy külső hatás be is töri. Ez az, amikor a tudat hasad, és a tükör törik. Olyan is van, hogy nagyon erős jó vagy rossz hatás ér, és nem törik, hanem torzul. A jó felé mindig megy, és a rossztól mindig menekül és akkor elkezd hullámzani a tükör. Régen volt az elvarázsolt kastélyban egy tükörterem. És a tükörterem az arra volt jó, hogy te nagyon-nagyon torzul láthassd magadat, hogy ekkora nagy hasad van, és ilyen pici fejed, vagy nagyon magas vagy, vagy elképesztően alacsony. Ez mind a tükör torzulása. Mert valamilyen módon a tárgyat és a tükröt azonosítjuk. És ekkor sérülünk és sértünk. Tehát aki megsért valakit, az belül valahol már sérült. És fordítva is. Úgyhogy ezért kell nagyon világosan a jelenléttel, hogy most hallod az utca zaját. Most látod a neonfényt. És hogyha a tantienbe ide visszaviszed a lélegzetedet, akkor ennek a tere növekszik. És ahol van tér, ott van tükör a tudatban hogy így tudod visszanyerni a jelenlétet. Praktikusan, ha úgy érzed, hogy egy kicsikét sok, a homloklebenyben bármi, azon nyomban tapintva fogj meg valamit. Így, fogj meg valamit. Utána tudatosítod a lélegzetedet, visszaviszed ide köldök tájékra, és addig fogod ezt a valamit, ameddig a lélegzeted teljesen tudatossá nem válik, téressé, vissza tudsz lassulni, és akkor nem fogsz a pillanatból ilyen hangsebességgel, fénysebesség fölött eltávozni. Oké? Okay? Rendben, köszönöm szépen. Szívesen. Biciklizni tudsz egyébként? Igen. Azt emlékszel, hogy, hogy tanultál meg biciklizni? Igen. És hogyha valakinek ezt elmondanád, vagy elmondta volna neked, még mielőtt tudtál volna, megtanultál volna biciklizni abból, hogy elmondják? Szerintem igen. Csak úgy, én, én magamtól tanultam amúgy meg. Nem, igen, nem. de bicikli nélkül? To... Nem, biciklivel, igen. Azért estél néhány <laughs> Igen. Főleg, ha magadtól tanultál. Igen. A gyakorlatot általában nem helyettesíti az elmélet. Tehát mit mondhatunk bármit, hogy így a tudat, így a jelenlét, így a tárgyasítás, hogyha te nem foglalkoz, ugyanúgy elestél vissza, elestél vissza. Az elején azt mondhatná az ember, hogy a biciklizés egy fájdalmas, haszontalan és rossz dolog. Mikor már megy a biciklizés, hát akkor már jó. Ugye a, a buddhizmusban és a hinaján az a kis jármű, a mahaján az meg a nagy jármű. Tehát mikor már tudsz biciklizni, akkor esetleg már leteszed a jogsit is utána, meg repülőre, és akkor már több embernek is segítesz. A lényeg, hogy gyakorlás nélkül általában ezek nem mennek. És a gyakorlás az az elején egy picit tud kellemetlen lenni, amikor ezek a dolgok, amik a jelenlétedről elviszik, gondolatok, érzelmek, benyomások, azonosulások, vélemények, vágyak, stb. Ezek, ezek állandóan elvisznek, de például a zenben van egy nagyon konkrét, nagyon egyszerű, ékegyszerű praxis, hogy ezeket észrevett. Hogy elmentek, elment a jelenlét. És ha észreveszed, akkor ugyan, mint a biciklivel szépen visszahozott középre, felsz, és, tovább, és tovább, és tovább, és tovább, és akkor egyszer csak biciklizál. De akkor már nem tudod, hogy hogy biciklizál. Csak biciklis, azt mondod, hogy hm. Akkor, akkor ez kell a gyakorlási. Ilyen. Általában nem kikerülhető. Köszönöm. szóként csak annyit ez, hogy azért is tanítjuk ezt az egyszerűt, nem pusztán a működése miatt, amit tapasztaltunk sokszor, hanem mert ha tovább viszed azt a jelenlét elvesztését, mondjuk stressz helyzetre, válság helyzetre nagyon erős veszteségre, akkor pont az nem működik, ami a bonyolult technikákat tudná szolgáltatni. Az agyad. Mert akkor nem tudsz gondolkodni. Akkor minden más van, csak nem normális, strukturális, világos gondolkodás. Nem tudsz rá számítani. Egy mozdulat, és vagy minden megvan, vagy mindent elveszítesz. Ezért egy kicsit le kellett sarkítanom. Jó. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Hogyan lehet összhangban hozni az egyéni, páros, családi és csoportos karmát? Ugyanis az a megélésem, hogy valamelyik mindig előtélbe kerül, és akkor a többit elhanyagolom, és ez feszültségforrása lesz bennem az egyéni karma, meg a csoportos karma, ezeket ki hozza létre? Egyén vagy a csoport? Hát az egyén mindenképpen benne van minden. A csoport egyén nélkül nem nagyon létezik. Az egyén legtöbbször szeretné azt gondolni, hogy csoport nélkül létezik, de nem létezik. Sőt, az egyén az, a az szeretné azt gondolni, hogy, hogy csak én vagyok. Szeretné elfelejteni, hogy lélegzik, és itt a levegőt valami termeli oda kín, aminek levelei vannak. Az, hogy hogyan tud összhangba, hogy az egyénit, vagy, vagy ezt, vagy azt, nem kellene, hogy ezek feltétlenül konfliktusba kerüljenek. a karma az nem egy, nem egy fix dolog, tehát nem egy, nem egy végzet. Elég általánosan fogalmaztál, hogy egyéni és, és csoportos karma. Mi a konkrét karma, amit szeretnél összhangba hozni? Ha páros karmát helyezem előtérbe, akkor az egyénibe elhanyagolom a gyakorlást. Vagy hogyha egy csoportnak szeretnék segíteni, akkor a családot. Tehát valami ilyesmiről van szó? Hát a gyakorlás az a páros karmában elkerülhetetlen. Egyébként is elkerülhetetlen. Csak ezt nem veszük észre legtöbbször. Tehát aki már idejött, az egy picit már valószínűleg szeretne valami picit hatékonyabbat, mint általában az otthoni minden mindennapos gyakorlat, ami egyébként ugyanúgy az út része, tehát nincs olyan ember, aki nem jár az úton, csak nem mindenkinek a kezében van térkép. Vagy nem mindenkinek adatik meg az a szerencse, hogy beüsse a GPS-be, hogy ide szeretnék jutni. Tehát a, a páros karma, az, az, az a párkapcsolat, hogyha, hogyha úgy veszük, az egy nagyon jó gyakorlat, és általában a család az elsődleges kiképző központ, ahol mondjuk észre tudod venni azt, hogy te, mint egyén, hogyan reagálsz a világra, miféle dolgok kapcsolnak be. Ugye azt hiszem, most név szerint nem tudom, hogy ki mondta, de azt mondta, hogy ha úgy érzed, hogy megvilágosodtál, akkor menj és tölts egy hetet a családoddal. Vagy mondjuk a szüleiddel. Ezek folyamatosan szét akarjuk választani, hogy hétköznapok, és akkor gyakorlat. Ezeket nem kell szétválasztani. Pontosan arra való a gyakorlat, az intenzívebb gyakorlat, mondjuk egy templomi gyakorlat, hogy azokat az eszközöket, azokat a, a befele forduló eszközöket és, és, és látó eszközöket megkapd, amik a hétköznapokban tudnak működni, úgyis, mint egyéni, úgyis, mint páros, úgyis, mint csoportos. Tehát nem kell feltétlenül egy idő után legalábbis nem kell elválasztani az intenzív, a gyakorlást, a formát attól, ahogy élsz. Viszont az emberek legtöbbször a szenvedésből tanulnak csak. Ahogy jövünk fel a lépcsőn, és hogy visszafordulunk a lépcsőn, egy kereszten egy embert látunk. Vajon miért pont ez az a szimbólum, vagy ez az ami az, ez az, az erős dolog, amivel az embereket meg lehet, meg lehet szólítani? Miért kell valakinek másnak ennyire brutálisan szenvednie azért, hogy elhiggyünk neki valamit. Hogy miért kell nekünk, mennyire kell brutálisan szenvedni az, hogy elkezdjünk valamiféle utonjárás gyakorolni. Ugye nem veszük észre azt, hogy egyéni, nem egyéni, ezt ott is meg lehet látni, hogy mondjuk kint megszól egy autóriasztó, akkor mondjuk a legtöbb ember ideges lesz, hogy már megint nem kapcsolta, kivéve azt, aki felismeri a saját autójának a riasztóját, az fut. Mi a különbség a két autónak a riasztója között? Ez akkor páros vagy egyéni? Tehát hogy nem veszük a másik ember szenvedése, miért nem jön át nekünk? Mennyire határoljuk le magunkat? Mennyire falazzuk le a saját egónkat, és akkor csinálunk egy az egy egyéni? És az egyéni és a páros az nem ugyanaz. És a páros és a csoportos az megint nem ugyanaz. Hát az egyénit kell legelőször rendbehozni, és akkor szépen, lassan, akkor észreveszed, hogy nincs egyéni, és nincs páros. Hanem ez van. Pillanatról pillanatra, és akkor látod pillanatról pillanatra akár párosban, akár csoportosban, mi a szituáció, mi a kapcsolat, és mit cselekedj. Ennek az elérése, meg tudunk, már megint azt tudom mondani, hogy eszközöket nyújtani, ami ezeket a kényszerképzeteket, hogy most ezek, ezeket a létrehozott karma képzeteket, ezeket egy kicsit visszafordítsák a ilyenségre, hogy ami most van az van. És innen tudod harmóniába helyezni, nem tudod harmonizálni bármelyiket. Tehát senki nem fogja helyetted a környezetet. Környezet nem fogja megoldani a te belső problémáidat. Ez mind a te felelősséged. És aztán, ahogy belül megszületik valamiféle tisztaság, ezt a környezet előbb-utóbb megérzi és utána akkor már legalább tudod, hogy hogyan viszonyulj ehhez, ezekhez a szituációkhoz. Nem akarok itt most forgatókönyveket mondani. Röviden, a gyakorlás segít. Köszönöm. Következő kérdés. Egy pár éve, amikor itt voltatok utoljára, akkor arról volt szó, hogy nekem az arcom az egy, tehát egy kiségkeleti beállítottságú. És hogy volt egy ilyen megjegyzésed, hogy keleti karmám van. Én mit érthetek ez alatt, hogy nekem keleti karmám van, vagy egyáltalán az ember, akinek valamilyen jellegzetessége van? Maradjunk a te keleti karmádnál. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg korábban Ázsiában éltél. És ezért kulturálisan a tudattalanodban őrizhetsz olyan mintákat, amelyek segíthetnek ezt a tant gyorsabban felfogni. De ez itt megállt. Tehát ott van az, hogy segíthet. Igen. Vannak Ázsiában is nagyon sokan, akik a tanával semmilyen kapcsolatot nem ápolnak. De az, hogy mondjuk az ottani kultúra több ezer év alatt nagyon átítatta a társadalmat, hogy itt az ateisták is egy keresztény társadalomban élnek, ha tetszik, ha nem, ugye? egy elképesztően jó lehetőség az, hogy te magadban megkeresd az utat, amin járni szeretnél. És ez ennyi elég. Az, hogy minden arc megmutatja a maga mögött lévő karmát, az biztos. De általában erről semmit nem lehet mondani. Azt el szoktuk mondani, hogy a szem a lélek tükre. Ez így van. Az arc a karmát tükre és egy ilyen szubjektív, de mások által is átél dolog, amit most mondok. Én szerencsére elég sok 90 napos elvonuláson vettem részt, és egy ilyen 29 évvel ezelőtt eldöntöttem, hogy ez lesz az életem. És ez azóta megy. Egy telet kellett csak kihagynom, és a 90 naposoknál van egy olyan, hogy sokszor nem ismered az embereket, akikkel együtt ülsz három nappal előtte találkozol velük. És egy adott arc, aki bejön, 90 napot ül melletted, veled szemben, két méterrel arrébb. És 90 nap után annyira más, mindenki annyira meg tud szépülni, hogy nem érted, hogy mitől. És valójában a belső harmónia, a belső béke, a belső, ugye tudat fénye az elképesztően kijön az arcon. Tehát minden, ami gondolkodás, érzelem, kimondott vagy kimondatlan szó, vagy cselekedet, az az arcban benne van, csak figyelni kell. A járásban is benne van, csak figyelni kell a beszéd tónusában is benne van, a zenéjében, a zöngéjében csak hallani kell. Úgyhogy ezek nagyon jó ismérvek, és ezt is Ázsiában tanultuk, hogy úgy ismerj meg egy embert, hogy a saját narratívájától teljesen független képet tudj alkotni róla. Világos, hogyha őszinte és mond valamit, akkor ez egyezni fog azzal, amit egyébként leolvasol. De a figyelem az nem megkerülhető. Kóriában én két évig nem beszéltem a nyelvet. Pár szót tudtam, de amíg nem volt nyelvtanfolyam, addig én visszapattantam róla. Viszont az emberek arckifejezéséből és az előbb említett módokon úgy nagyon figyeltem, hogy valójában mit mondanak, annélkül, hogy a szavaikat értettem volna. És úgy néha-néha sikerült a tényleges jelentést, az üzenetet eltalálni. De találtam valami sokkal fontosabbat. Azt a motivációt, azt a mély érzelmet, azt a mögöttes gondolatvilágot, ahonnan jön a beszéd. És ez nagyon gyakran volt helyes. Amikor megtanultam koreaiul, és meghallottam jelentés szerint az elmében, hogy mit mondanak, ezek a sávok nem zárultak le. És néha megdöbbentem, hogy az emberek nem is tudják, hogy nem mondanak igazat. Annyira megszokták, hogy szerepet játszanak. Annyira megszokták, hogy azt mondják, amit a másik szerintük hallani szeretne. Annyira nem merjük kimondani a tényleges gondolatainkat és érzéseinket. És ez az a minőség, ami a kapcsolatunk rovására megy. Úgyhogy tessék figyelni belőre és kívülre. És van egy egyenlet, hogy amilyen jól látod magad belül, annyira látsz jól másokat kívül. Tehát ezért van a gyakorlatnak ekkora jelentősége, mert hogyha ezt nem teszem meg, akkor csak gondolkodom másokról, de nem látom őket. Képet alkotok, de nincs meg a valóság. Jó? Köszönöm szépen. Nagyon sokszor szembesülök azzal, hogy szeretnék valamit csinálni. És mindig az ellenkezője jö. ha alunni szeretnék, éber vagyok, ha éber vagyok, alunni izgága természetű vagyok, és lehet -e ezen segíteni. Tehát, hogyha az utcán felfelé szeretnék menni, akkor biztos lefele kell menjek. Ez az izgága természetemnek, vagy lehet -e ezen nyugtatni, vagy segíteni? Lehet. Köszönöm. Ne ragadj bele ebbe a rendszerbe, amit magadról létrehoztál, hogy ha ezt akarom, akkor az lesz, ha ezt akarom, akkor az lesz, ha nem ezt akarom, akkor az lesz. Ez belekavarodtál abba, hogy, hogy valamiféle áldozati szerepet elkezdtél magadban táplálni. És ettől lehet, hogy néha ez vicces, néha fájdalmas, de mindenféleképpen valamiféle azonosulás van benne és ettől mindenféleképpen egy kicsit úgy érzed, hogy te vagy. Az azonosulás ugye azt, azt, eredményezi, hogy te ezek a tévedések vagy. A gyakorlat által egy kicsit vissza lehet menni, hogy mi az, ami vágyik benned, mi az, ami lefelé akar menni, mi az, ami felfelé akar menni az úton, mi ez és ha ezt a kérdést nagyon sokszor felteszed, hogy mi ez, akkor talán közelebb fogsz jutni ahhoz, ami valójában a pillanatról pillanatra dolgod. És ezt szépen nézd meg, nézd rá erre a, erre a véleményedre, hogy ha ezt akarom, ezt történik, ha nem ezt akarom, ezt történik. Csak nézd rá szépen, és ha ránézel, akkor már nem vagy rajta, nem vagy benne. És tedd azt, amit a pillanatban tenned, úgy érzed, tenned kell. És kész. Ha előre eldöntöd, az a legrosszabb. Az a legrosszabb, mikor feltesznek egy kérdést, és már ki is mondják kérdés közül, hogy ó, de ez egy hülye kérdés. Tehát van egy ilyen tendencia, főleg így errefele az emberekben, hogy még mielőtt bármit is tettek volna, már így teljesen lerombolják a lehetőségét is annak, hogy az a cselekvés, az a beszéd, az a megnyilvánulás, hogy meg fog történni, az, az, az valamit is érjen. Ez a kicsit ilyen hamleti, a tétovázás, tétovázok, csinálom is, nem is csinálom, felteszek egy kérdést, nem is teszek fel egy kérdést. Szépen védj menedéket a tetteidben. Vállalj felelősséget a tetteidért, és hogyha úgy érzed, hogy valamit rosszul csináltál, akkor következőkor ne tedd azt. De ne úgy menj bele az egészbe, hogy hát akkor már biztos rosszul fogom csinálni. Ne hozd létre jót és rosszat, ahogy a költő mondja, vagy szunkszánszoném. És ahhoz, hogy ne hozd létre jót vagy rosszat, ehhez érdemes egy picit elcsendesedni. És a által úgy rálátni arra, hogy mennyi mindenre teszel rá minősítést, mennyi mindenre teszel rá olyan bélyeget a külvilágban, ami nem lenne szükséges. Hogy az eső az nem a hülye, átkozott, stb. eső, az csak eső. Minden esőcsepp pontosan odaesik, ahova kell. Te is itt ülsz, feltetted a kérdést, beszélgetünk, ezt nem kellett volna? inkább az ilyen pillanatokba kapaszkodj bele, amikor érzed, hogy helyeden vagy. És hogy ez az érzés megszületik, hogy a gyakorlat ezt egy picit megtámogatja, akkor ez már egy picit hosszú távon ezeket a, ezeket a belső küzdelmeket így rövidre tudják zárni. Még úgyis az lesz, ami lesz. Te csak a tőle telhető legjobbat tudod megtenni, semmi mást. De hogyha a szándék megvan, ha szándék helyes, akkor előbb-utóbb a szándék elétett gyakorlat, vagy cselekvés, vagy beszéd, az is helyes lesz. Csak a szándék, az tényleg legyen helyes. Köszönöm. Következő kérdés. Tessék van. Mindig nehezemre esett magamért kiállni. És most azt érzem, hogy egyre gyakrabban olyan élethelyzetek jönnek, ahol kénytelen vagyok. És ez egy olyan belső feszültséget okoz, hogy nagyon nehezen tudom meglépni. És ez most konkrétan ilyen családi, a testvéremmel volt egy ilyen probléma, és szeretnék egy belsőségesebb, őszintébb kapcsolatot, és hogy mit tehetnék egy ilyen helyzetben, hogyan. Mi az akarat? Hát amikor valahogy a bátorságot összegyűjtöm, hogy hogy kifejezzem azt, amit érzek. Most. Ez ugyanaz, hogy kiállsz magadért? Nem tudom, hogy ugyanaz-e. Tudni kell, bizonyám. Mert amit akarsz, az a jövőbe mutat. Az, hogy te kiállsz magadért, ez most egy nagyon divatos kifejezés, de ezt az önmagunkat, ezt nagyon sokszor nem látjuk. Tehát a tegnapi önmagad és a két évvel ezelőtti önmagad az azonos vagy különböző? Hát én különbözőnek érzem. Tényleg? Akkor gyakorlatilag megszűntél, és megint hát újra, nem, nem, olyan újra születtél, és sop... van kettő darab lélek egy testben, amelyik abba hagyta, aztán jött az újabb? Vagy hogy van ez? Ha különböző, akkor ez van. Tehát különböző, hiba. Azonos, az is hiba. Tehát hogy tudunk egy olyan önmagunkért kiállni, ami hétről hétre változik, vagy napról napra? Nézzük meg. Ezért próbálok arra rávezetni, nem csak téged, hanem mindenkit, hogy valójában azt nézd meg, hogy emögött milyen akarat van, az sokkal konkrétabb. Azt mondtad, szeretnél a testvéreddel egy világos, harmonikus kapcsolatot. Így van? Igen. Akkor nézzétek meg, hogy ketten mit akartok. Hogy hasonlót akarunk, vagy különbözőt. El tudjuk engedni a különbségeinket, vagy állandóan csak az van, hogy ha te ugyanazt akarod, mint én, akkor vagy jó testvér. Meg kell nézni, hogy mi az, amiben közösnek kell lennetek, hiszen egy családba születtetek, és mi az, amiben megengeditek, hogy különbözzetek egymástól. Itt lesz a harmónia állása vagy bukása. Az a kérdésem, hogy ha egy ilyen beszélgetésre nem nyitott, akkor... Milyen beszélgetésre? Hát én ezt így próbáltam elmondani neki, hogy mit szeretnék. Mit szeretnél? Hát ezt, hogy hogy békességben, és azt mondta, hogy hát ez így, ahogy van, rendben van. Ez Nem részint kell. kevés, részint sok. Kevés, mert nincs tárgya. Sok, mert ez egy hatalmas dolog, hogy legyen békesség köztünk mindenkor. Tehát azt kell, hogy na! Húg vagy öcs vagy báty vagy nővér. Öcsém. Öcs. Öcsém. Na, ecsém. Akkor most menjünk el a nefelejbe, Fagylaltozni. Ez... Közös, akkor akarjuk. Ott voltál tegnap, látom. Szóval, csináljunk valamit, ami közös. Vagy most megbeszéljük, hogy te talicskázol, én meg ások, de mind a ketten ugyanabban a kertben. És ezen tevékenységek közepette lesz béke köztünk. Csak úgy azt kimondani, meg megegyezni, meg aláírni, a világnak ez a része nagyon rosszul jött ki a szerződésekből, meg az aláírásokból. Nagyon rosszul. Csinálni kell, helyesen és a cselekvésen keresztül viszonyulni egymáshoz, és ez letisztítja a helyzetet. Jó? Köszönöm Szépen. szívesen. Egyéb kérdés? A gondviselésről szeretnék kérdezni, hogy... Um, Itt van hogyan, a ő mondja. <laughs> hogy uh, hogyan működik ez a zen elgondolásában? Mert ugye a kereszténységben a Biblia sok helyen említi ezt, hogy ne aggódjatok, mert Isten gondot visel rátok. Ne aggódj. Köszönöm. Mert. De nem én vagyok a gondviselés. Ha az, hogy Isten gondunkat viseli, hát, hogyha nem viselné gondunkat, akkor nem lennénk itt. De mi az, ami gondunkat viseli a gondunkat, ugye? Valami, valamit viselni kell a gondot? Miért kell viselni a gondot? Miért nem tesszük le? Mi az, ami döntő helyzetben, a döntő pozícióban van, hogy egy gondot letesz, vagy viseli? Mint ruhát. Akár. A gondviselés az a nem tudom. Viszont a tendenciák azért megvannak. Tehát, hogy karmáról, amikor karmáról beszélünk, akkor ki ilyen ki ilyen olyan karmával már eleve születik? Tehát eleve az, hogy udvarhelyre születtél, az már egy valamiféle karma. Nem véletlenül ide születtél. Tehát vannak bizonyosféle tendenciák, bizonyosféle még működő. Energetikai mintázatok, mint az imént volt arról szó, hogy Keleti karma, neked lehet hogy éppen svéd, teljesen mindegy. De az, hogy azzal mit kezdesz azzal a, a csomaggal, azzal a tendencia energetikai csomaggal, az pillanatról pillanatra a te felelősséged. És itt van az a pont, ahol a zen a felelősséget szépen kívülről behelyezi hozzád a gondviseléssel együtt. És ugyan vannak még mindig bizonyos tendenciák, amiket, amiket nem tudsz kikerülni. Bizonyos dolgok, amiket, amiket nem tudsz megakatályozni. De hogyha átlátod őket, akkor már jobban tudsz használni, hogyha pillanatról pillanatra mondjuk a kertedet gyomlálod minden nap, és minden nap gondját viseled ugye a kertednek, vagy a saját magadnak, vagy a saját tudatodnak, tehát a saját tudatodat nem hagyod elgyomosodni, eldzsungelesedni, vagy akár elpöcésedni, akkor ez szépen hosszú távon, ez, ennek vannak hozadékai, ami tulajdonképpen egy mellékterméke a gyakorlatnak, de sokan mégis ezért csinálnak, hogy ó, legyek boldog, ó, legyen egy párom, ó, legyen pénzem, ezek nem igazi célok. Az igazi cél az ugye... Megszületünk, élünk, meghalunk. Mit kezdünk az élet és a halál között? És akkor, hogy mennyire tudjuk ezt a gondviselést, ezt az áldást akár kiváltani, az a mi felelősségünk. Minél jobban gondját viseled a saját tudatodnak, annál jobban rájössz, hogy saját tudatodnak gondját viselni már nem elég. Annál inkább oda kell figyelni, tehát együtt érezni a körülötted lévőkkel, meg a messzebb lévőkkel, és felismerni azt, hogy mi a helyes cselekvés. És hogyha ezt felismered, akkor körülötted is felismerhetik, és utána megint felismerhetik, és akkor szépen a gondviselés ilyen szép networkingé változik, és működik. Csak. Ez a tendencia sajnos a világon nem feltétlenül ö, erre megy. De az, hogy honnan indulnak ezek a kis szálak, hogy itt most ebből a díszteremből hány ember kezd gyakorolni, vagy hány ember lesz akár csak egy pillanatig kedves valakivel, az egy csomó mindent elindíthat. És ez az igazi gondviselés, amikor te teszel valamit, beletesz az energiát, és utána ez elkezd működni. És akkor ez még mindig nem kívül van, de azért már lehet azért a, 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 a hozadékát, az egésznek élvezni. Ezt nevezzük jó karmának. De a jó karma is elfogy, a rossz karma is elfogy. Ezért kell most helyesen cselekedni, és akkor az előtted kérdező azt kérdezte, hogy mi az a bal szerencse sorozat az is elmúlik. A jó szerencse sorozat az is elmúlik. De hol van, ami nem jó és nem rossz, és az egészet teremti? Köszönöm szépen. Gyakorlás során mindig van az a tapasztalatom, hogy van tudat esés ilyen ciklusba. Honnan esik? Honnan, hová? Fentről le. Mi a fent? Nincs. Nem létezik. Tehát... És mi a lent? <laughs> és mi a tudat? Ha látod, hogy a fentet és a lentet te hozod létre, és megszűnsz ezeket létrehozni, van esés? Nincs. Emelkedés? Nincs. Akkor jó. Igazából a kérdés rosszul fogalmaztam. Mindig van egy olyan tapasztalatom, hogy vannak nekem ciklusaim, amikor nem is jó szó rá, hogy tudatvesztés, hanem mintha egy kicsit úgy, úgy lemennék a gödörbe, régi gondolatok, vagy nem is régi gondolatok, hanem mintha az egóm rákapcsolna egy fokozatot, és utána minden lassan magától megnyugszik, és újra érzem, hogy vagyok, itt vagyok. Új holdkor, vagy teli holdkor? Nem tudom. Nem, nem Figyeld szok... meg ezeket a ciklusokat. Sokat segít a holdfázis. Inkább Koreában új holdkor szokták a védőistenség szertartásokat tartani, mert akkor kevesebb karma jelenik meg, mint teli holdkor. Teli holdkor ugye boszorkány óra, évfél keresztül tudjuk a népmesét, de ennek a mögöttese az, hogy rengeteg érzelem és rengeteg gondolat jelenik meg teli holdkor, és a kutyáktól kezdve az egyéb érző lényeki, így kezelhetetlenné tudunk válni. A új kevesebb ilyen van. Na most gyakorolj akkor is, amikor jó idők járnak, és kevés karma jelenik meg, mert ezzel felkészülsz a nehéz időkre, amikor nyakon ön téged a tárháztudat. Mint tudhatod, ez a test és lélek a mahaján a zen által hatféle fizikai érzékszervi, és összesen plusz kettő nagyon fontos lélekfunkcióra tagolódik. A látás-hallás, szaglás, ízlelés, tapintás és tudatos gondolkodás, ez mind valamilyen fizikai érzékszervhez kötődik, a gondolkodás az agyhoz. Van még kettő, a megkülönböztetés és az emlékezés. Ez a kettő együtt a léleknek az a része, ami tovább megy. Ez fontos. Amikor meghalsz, az agy ugye elmegy a kukába, és nem tudsz tudatosan gondolkodni. A megkülönböztetéseid és az emlékeid azok mennek tovább. Most innentől kezdve, ha te ilyen karmikus feltöréseket tapasztalsz, akkor az a 7-8-asból jön a megkülönböztető tudat, azt mondja, hogy most nyomom bele a térbe, a pillanatba. És a nyolcas a szolgáltatja a nyersanyagot hozzá. Elég, hogyha valami kiváltja, és látsz valamit, hallasz valamit. Ez a spontán regresszió. A ciklikus, vagy a periodikus az az, hogy belül eldől, hogy lejárt egy óra, ami ketyegett, és akkor megjelenik valami, mint a vulkánkitörés. Nyomás a magma kamrában, bum, jön föl. Ez pont ilyen. ez. Ezért előre. nem szabad elfolytani karmákat, hanem látni. Ha kiéled, hiba, ha elfojtod hiba. Ha látod, akkor az is látszik, hogy mennyit kell belőle kiadni, vagy elfogadni. Úgyhogy ezeket a vulkánokat, ezeket tehermentesíteni kell, mert ez se neked, se a környezetednek nem jó. Ehhez kell a gyakorlat, főleg a leboruló és mantra praxis. Jó? Jó? Hölgyeim Köszönöm. és uraim, megköszönöm nem csak a tisztelt jelenlévők munkáját, hanem tanítómnak, mesternek azt, amit átadott nekünk, a következő generációnak is, Marti Barna daramesternek, hogy ezt a darmabeszéd sorozatot megszervezte, és ebbe Székely helyet is belevette. Őszintén remélem, hogy egyszerűen, tisztán együtt tudunk járni az úton, elérjük a felébredést, és megszabadítunk minden érző lényt a szenvedéstől, beleértve saját magunkat is. Köszönjük a figyelmet!